modellfotózáshoz, illetve portréfotózáshoz ezt a 85 mm-es 1.2-es fix Canon optikát szoktam használni. A fix optikáknak sokkal szebb a rajzolata a zoomokhoz képest, fényerősebbek, és a modellt is jobban le lehet választani a háttérről. Nekem van egy 35 mm-es, illetve egy 50 mm-es 1.4-es Sigma Art optikám, amiket imádok, viszont minél nagyobb a gyújtótávolság, annál jobban tudjuk elmosni a hátterünket is. Úgyhogy most hoztam nektek valamit. Ez egy vadonat zsírúj 105 mm-es 1.4-es Sigma Art optika, ami pár napja jelent meg, úgyhogy az országban most elsőként én tudom nektek bemutatni. Ezt most közösen ki fogjuk csomagolni, és természetesen fotózni is fogunk vele, de tudjátok, mindez csak az intro után. Azt azért ne gondoljátok, hogy eddig ezt én még nem bontottam ki. Na de akkor nézzük közösen. Itt található egy tartó dobozban az optika, de ezt a végére hagyom. Egy ilyen kis mellékfakban van egy nyakpántunk, illetve egy másik pántunk, amire az optikánkat tudjuk rögzíteni. Egy gumigyűrünk, amit, hogyha levesszük az állványgyűrűt, akkor annak a helyére tud menni, és szépen eltakarja a csavarjainkat. Továbbá egy imbuszkészlet és két csavar, hogyha nekiállnánk esetleg szerelgetni így ide-haza. Na de nézzük a lényeget. És itt a cucc. Természetesen tartozik hozzá egy napellenző, amit egyébként, hogyha kifordítunk, akkor még brutálisabb az egész lencsének a külleme. Valahogy így néz ki gyakorlatban. És ami elképesztő, az a 105 mm-es front lencse méret. Na de csattintsuk vázra és nézzük meg úgy. És igen, a Sigma megalkotta a világ egyik legpózerebb lencséjét, úgyhogy ha még nincsen a tükörben DSLR-rel szelfizős képed, akkor mindenképp ezt a lencsét javaslom hozzá, viszont viccet félretéve, hogyha megjelensz egy rendezvényen ezzel a lencsével, akkor onnantól kezdve nem kérdés, hogy ki a hivatásos fotós. Viszont optikát nem küllem alapján választunk, bár rohadt jól néz ki. Úgyhogy ez sem szó arról, hogyha ezt magaddal kell vinni, akkor mekkora is lesz a súlya. 1766 g az optika, és 2700 g egy 5D Mark 3-mal együtt. Nem éppen könnyű darab, és nem is kifejezetten női kezekhez lett tervezve. A Sigmának az volt a célja, hogy minél minőségibb optikát hozhasson létre, úgyhogy az 1.4-es fényerőnek, illetve a 105 mm-es gyújtótávolságnak köszönhetően olyan lencsetagok kerültek bele, hogy fizikailag a jelenlegi technikával lényegében lehetetlen lett volna kisebbet, illetve könnyebb optikát létrehozni. Viszont kárpótol minket a minőség. De az, hogy milyen képet is tudunk ezzel alkotni, ezt nézzük meg közösen! Jöttünk ide a városba, hogy kipróbáljuk ezt az optikát, modellem Saci lesz, és végig 1.4-es rekeszértéket fogok használni, hogy megnézzük, hogy hogyan is mos ez a lencse. Saci, forgalmi karambolt okozol! A fotónál az volt a koncepció, hogy ne csak a háttér, hanem az előtér is homályos legyen, ezért egy fa mögé bújtam, és onnan fotóztam Sacit. Dobják korra!
Itt az volt a koncepció, mint ahogy az előbb is a fát belógattuk így a képbe, most ez a rács volt az előterünk, és egy nagyon szép ilyen fátyolos réteget kapott a fotó. A tök jó háttérmosásnak köszönhetően a legnagyobb forgalomba itt a Hősök terén is olyan fotókat lehet készíteni, mint teljesen értékelhető, annak ellenére, hogy tele van turistával. Végeztünk a fotózással, úgyhogy most megyünk haza, leválogatjuk a képeket, behúzom őket Photoshopba, és veletek együtt megnézzük, hogy mit is tud a kicsike. Időközben rájöttem, hogy már láttátok a kész képeket, hisz bevágtam a vágóképek mellé, úgyhogy elegendő most már csak a konklúzióról beszélgetnünk. Én azt gondolom, hogy ez a 105 mm-es gyújtótávolság 1/4-es fényerőn elég brutális háttérmosásra képes, de hogy hogyan is tetszenek nektek a készült képek, azt írjátok le a komment szekcióba. Én azt gondolom, hogy ez rendezvényfotózásra, esküvőkre, portréfotózásra kültéren, illetve beltéren egyaránt egy tökéletes választás tud lenni ez a lencse. Egyébként a képeket 1/200-on készítettem el, úgyhogy nagyon rossz fényviszonyok között is elég korrekt fotókat lehet vele készíteni. Én eléggé beleszerettem ebbe a lencsébe, így hát meg is fogom ezt vásárolni, úgyhogy ha esetleg úgy döntenél, hogy kipróbálnád, mielőtt mondjuk te is hasonlóképpen döntesz, mint én, akkor van lehetőséged kibérelni a V. Tamás stúdión keresztül, az ezzel kapcsolatos információkat megtalálod a leírásban. Remélem tetszett a videó, hogyha igen, akkor dobj egy lájkot, ha pedig életedben valaha készítettél már egy fotót, akkor iratkozz fel. Köszönöm a figyelmet, minden jót nektek, sziasztok!